tisztelt televíziónézők, tisztelt képviselőtársaim, erőterjesztő hivatali munkatársak! A Kozám Miszlenyi Önkormányzat minden évben munkatervet fogad el az év elején, és a munkaterve alapján tartja a rendes képviselőtestület üléseit. Ez most sem történt máshogy. Ez évben talán a legfontosabb, második legfontosabb önkormányzati ülését tartanánk, hiszen a legfontosabb az a költségvetés elfogadása, majd pedig ilyenkor, amikor városnapra készülődünk, hogy a városért munkálkodó, városban tevékenykedő, illetve a várossegítő személyek, szervezeteknek az elismerése, a kitüntetések, a városnapi ünnepség megszervezése lenne egyik legfontosabb napirendi pontja. Tehát szomorúan állapítom meg, hogy az év elején minden képviselő által elfogadott munkaterv szerinti mai soros képviselőtestületi ülésünket, amit augusztus 13-ára tervezett be az önkormányzat, nem jelentek meg képviselők, nem jelent meg az öt képviselő, aki levélben jelezte, hogy ők most szabadságon vannak, és nem tudnak részt venni ezen a városnapi napirenden, hiszen nagyon fontos lenne a Kozám Miszlenyi számára, hogy megfelelő időben tudjunk döntéseket hozni kitüntetésekről, elismerésekről és egy ilyen program megszervezéséről. Öt képviselő levelet írt az önkormányzathoz, hogy augusztus 13-ai ülésen nem tudnak megjelenni, szabadságolásra hivatkoznak. Nem elfogadható, kedves képviselőtársaim, kedves Kozám Miszlenyiek, ez nem képviselőhöz méltó viselkedés, hiszen van egy esküje, minden képviselő letette azt az esküt 5 évvel ezelőtt, amiben hitet tettek annak érdekében, hogy a várost, az önkormányzatot szolgálják, és rendelkezésre állnak. Nem sok kötelezettsége van egy képviselőnek, de az mindenképpen kötelezettsége, hogy a előre meghirdetett testületüléseken szabaddá tegye magát, arra 1-2 órára is megjelenjen az önkormányzati ülésen. Főleg úgy, hogy biztosítva volt nyáron a szabadságolási időszak, hiszen a munkaterv szerint június-július hónapban nem ülésezik az önkormányzat képviselőtestülete. Emlékszem még, amikor a tavalyi évben polgármesterként szabadságra mentem, és az egyik képviselő fennhangon, szinte kiabálva mondta, hogy hát ki kell pontoznom a szavakat, hogy ki a mat érdekli azt, hogy a polgármester szabadságon van. Jól tudta, hogy előre meghirdetett testületülés van, azon köteles részt venni, és elvárják, hogy részt vegyen. Hát most visszanyalt a fagyi, kedves képviselők, akik nem jöttek el, önök munkaterv szerinti ülésen kellett volna, hogy megjelenjenek. Pól Imre írta ezt a levelet, Varga Éva, Wikman József, Keszler László, Jámbor Attila. Nekik nem szent, nem fontos a városnap, a kitüntetések. Ők egy augusztus végi időpontot kértek. Kérdezem én, hogyan fogjuk tudni megszervezni a városnapot, hogyha augusztus végén fogunk döntést hozni a kitüntetekről, a díjazottakról, hogyan fogjuk megszemélyesíteni az elismerő okleveleket, az ajándékokat, hogyan értesítjük ki őket. A teljes hivatali apparátus, ugye jegyzőasszony, hivatal, aki ezen dolgozik, az én kollégáim betervezték augusztus végére a nyári megérdemelt szabadságukat, hiszen előre tervezhető volt, hogy hogyan ülésezik az önkormányzat. Most ezt szeretnék felborítani. Nagyon szomorú vagyok, hogy gyakorlatilag egy ilyen ellenzéki tömörülés egy képviselő távolléte miatt összeállnak és nem jelennek meg az önkormányzat ülésen. 16 napi rendi pontot tárgyaltunk volna a mai napon. Most ez váratni fog magára, augusztus közepére vagy augusztus végére, pénteki napot, péntek esti napot kezdeményeztek, ez se volt szokás ezen a településen. Úgyhogy megállapítom, hogy határozatképtelen a testületi ülés, úgyhogy majd egy megismételt időpontban újra össze kell hívni a testületi ülést, jegyzőasszony, több alkalommal kiküldjük a meghívót, hiszen nekünk a városi ünnepség, ami szeptember 6-án és 7-én lesz, a szent. Az rendkívül fontos. Meg szeretnénk vele tisztelni a Kozár Miszlenyieket, minden barátunkat, minden hozzánk érkezőket és szórakozni, ünnepelni szerető Kozár Miszlenyieket. Tavaly volt már egy ilyen városnapi akció, úgy látom, hogy ez most a városnap 2 a képviselők részéről. Képviselőtársaim, valaki esetleg
szeretne hozzáfűzni valamit, tartsai gyöngyvér, parancsolják. Igen, polgármester úr, én nem adtam föl olyan könnyen, és próbálkoztam egy képviselőtársamnál, sajnos nem jártam eredménnyel, pedig nagyon-nagyon bíztam az ő a fajta magatartásában, hogy felülírja az egyéb esetleg akadályozó tényezőket. És a másik pedig az, hogy nem életszerű, hogy öten pont nem érnek rá. És nagyon, hát nem örülök neki, kimondom, szégyellem. Köszönöm, Tarsai Gyöngyvér képviselő asszony. Mi természetesen tudjuk, hogy a színfalak mögött mi zajlik, ez már választási kampány, csak üzenem képviselőtársaimnak, hogy a választási kampányt programokkal szokták megkezdeni, tehát programot kell lerakni az asztalra, a kozálmislenyeknek be kell mutatni az elképzeléseket, hitelesnek kell lenni, nem pedig rombolni, nem pedig akadályozni, nem pedig gáncsoskodni. Így választást nem lehet nyerni. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak a településen, akik készülnek arra, hogy esetleg a következő időszakban egy másfajta felállás legyen a településen, olyan emberekkel, olyan polgárokkal, akik elkötelezettek, akik szakmailag felkészültek, akik intelligenciában felérik ezt a feladatot, és teljes mértékben fedhetetlenek. Arra számítok, hogy a következő évben itt tudjuk folytatni, visszük tovább a programokat, Városnap ünnepség 6-án, 7-én. Köszönjük a figyelmet, én elnézést kérek a képviselőtársaim nevében is a hivatali dolgozóktól, előterjesztőktől, hogy feleslegesen kellett eljönni erre a mai napra. Lesz még ebben a hónapban több ilyen meghirdetett önkormányzati ülés, hiszen a kitüntetések, a díjak átadása nem maradhat el. Köszönöm a figyelmet, és akkor ezzel bezárom az ülést, amit meg se kellett nyitni, viszontlátásra.